is volt a maga idejének. Felöltözött egyszer szabadságos huszárnak Mátyás király, úgy eredt neki az alföldnek. Sapkája mellett virág volt, kenyeres talisznya az oldalán, a kardot a mentével együtt felkötötte a hátára, vágott egy útszéli megyfáról botot magának, úgy haladt a dűlőn akár más szabadságos katona, aki az öreg szüléjéhez iparkodik a falujába hazafelé. Amint megy mendegél, látja Mátyás király, hogy ott szántja a földet a határban, nem messzire egymástól két paraszt ember. Az egyik paraszt nagy